A Közel-Kelet természetesen a háborús konfliktusoknak a melegágya, a hábja, ha fogalmazhatok így, tehát a gyűjtő medre, nincs másként a jelenlegi libanoni, izraeli és iráni konfliktus hármasságának dimenziójában sem. Nézzük meg, hogy érkeztünk el idáig, mik a történeti előzmények, illetve azok a fő momentumok, amelyek a Hezbollahnak a létrehozásához elvezette, és ezáltal napjainkig el fogunk érkezni. Nézzük meg ezeket az összefüggéseket, illetve az előadás végén egyfajta konklúziót mondván szeretném elétek tárni, hogy milyen tovább lépési körülményekkel kell számolni Libanon, Izrael, illetve Irán dimenziójában és vonatkozásában. Nagyon érdekes és tanulságos lesz ez az előadás is, számítok figyelmedre, úgyhogy kezdjünk is bele. Természetesen az elméleti alapvetés valahogy onnan kell elindítani, hogy egy háborús konfliktus rendszerben általában, mondom általában az érintett felek aktívan vesznek részt, de hát ez nem mindig van így, és ennek a nem mindig van ígynek az egyik legeklatánsabb, legkézzelfoghatóbb példázata a Közel-Kelet. Miről van szó? Hogy egy adott hatalom nem az aktív erőit küldi a frontra, hanem valamilyen helyettesként funkcionáló erőt alkalmaz. Most ilyen esetben Irán szempontjából például a Hezbollah vagy a Hamas is ugyanilyen erőként funkcionálódik, jelenítődik meg. Na most az a helyettesek küzdelme a Közel-Keletre roppant mód érvényes, nagyon sok fél használ valamilyen proxy eszközt, és ugye Hezbollah amellett, hogy természetesen Iránnak egy proxy eszköze, amellett teljesen, hogy is mondjam, saját lábakon álló entitás és szervezet, és igen jelentős szerepe van, és már most előre utalok, hogy Izrael nem fogja tudni felszámolni a szervezetet, ezt mindjárt egy-két példázaton keresztül fogjuk látni, hogy a történetben milyen próbálkozások voltak erre vonatkozóan, erre mutatóan, aztán mi lett az eredménye, hát olyan nagyon hosszú távú konklúziót nem tudott levonni Izrael, mint sikeres eredményt. Ez most is így lesz, de hogy miért lesz így? Na, kezdjük a történetet. Hát kérem szépen, valahogy onnan kell kezdeni, hogy 1948. Csí, de régen volt. De hidem, innen összefüggések a történelemben, az okokozatai dolgokat látni kell és érteni kell. Különösképpen azért egy olyan magyar oktatási rendszerben, amelyben a Közel-Kelet, vagy az Európán kívüli világ alig van érintve, nem csak az általános, hát ott még nyilván, de a középiskolai szinten, illetve egyetemen is, csak hogyha olyan speciálisabb jellegű képzésre megy az ember, de még ott is vannak hiátusok. Na nézzük meg, 1948 miről van szó? Ugye Izrael állam létrehozása az év tavaszán, és ugye ezt követően rögtön egy több részvevős arab koalíció jön létre, amely Izraelt ugye megtámadja. Ennek az egységnek, ennek a kooperációs egységnek képezte az egyik elemét Libanon. Ugye borzasztó picike kis kontingens küldötte be az arab összetámadásba Izraellel szemben, de azért mégiscsak ott voltak. Tehát ez a kiinduló pont 1948. Miért nagyon fontos? Ugye ez az időszak a Nakba, a nagy palesztin katasztrófának az időszaka, amikor nem tudjuk pontosan olyan 800-800 ezernél is több palesztint üldöztek el ugye az izraeliek, hát azért itt elég csúnya dolgok is történtek, és ugye ezek a környező területekre, országokba, illetve territóriumokra vándoroltak el, menekültek el, és 1948-as háború következtében nem tudjuk pontosan megint, de olyan 100 000 körüli az a palesztin menekülteknek a száma, akik Libanon területére érkeztek meg. Természetesen az akkori Transzjordánia volt a másik felvevő piac, úgymond csúnyán fogalmazva. Na mindegy, itt 48 környezetében megjelenik egy több 10 000 palesztin menekült. Ez egy nagyon fontos kiinduló pont a történetünkben. Na kérek szépen, ennek ellenére is azért Libanon nem omlott össze. Tehát ugye Libanon egy picike ország, azért egy több tízezer menekül úgy beáramlik, hát azért az nem volt egy nagyon egyszerű dolog, hogy mégis stabilábakon tudott maradni. De bizony, hiszen gondold el, hogy az elkövetkező években, évtizedekben azért Libanon át tudta érni azt, hogy a Közel-Kelet Svájca legyen. Beirut a Közel-Kelet Párizsaként vonult be, nyugaton is, a kútfők értelmezésébe, és ezen körülmények
voltak gyakorlatilag a 20. század és napjainkig tartóan is Libanonnak a legprosperálóbb időszaka. Azóta csak az összeomlás, és napjainkig elérkeznek odáig, hogy Libanon egy nem működő állam sajnálatos módon, és nem úgy néznek ki a körülmények, hogy ez éppen pozitív irányba fog változni. 1948 első állomás. 1970-es évek elejére ugrunk, a szomszédos Jordánia területén szintén van egy polgárháborús légkör, amelynek hatására azon palesztin menekültek egy részét, akikből a palesztin felszabadítási szervezet létrejött, ugye ők Izraellel vívták Jordánián belül is a küzdelmet tovább, őket a jordániai, vagy Jordánián belüli polgárháborúban őket a Jordán területről kiűzték, és ezek a személyeknek is egy jelentős része Libanonban menekült át a 70-es évek elején. Na már most ugye ezek a személyek is egyrészt már itt militáns lelkülettel voltak felvértezvén, és azért ők már ugye alapvetően menekültek voltak Jordán területen is, és a Jordán területről menekültek tovább, vagy voltak kényszerűek lokalizációjukat áthelyezni Libanon földjére. És ez miért nagyon fontos? Nem csak azért, hogy itt már egy második, úgymond bevándorlási hullámnak esik áldozatául, vagy színteréül Libanon. Libanonról mit kell röviden tudni? Annak ellenére, hogy egy picike ország, az etnikai, vallási összetétele nagyon sokszínű. Itt a síta muszlimok, a szunita muszlimok és a maronita keresztények gyakorlatilag arányosan vannak egymás között, és ez azt jelenti, hogy a hatalmi politikai berendezkedésben is ez a három fél egymás között osztotta fel Libanon vezetését, arányosítva. De mivel, hogy itt már 48-ban, majd a 70-es években is ugye megjelent egy báramló menekült hullám, ezek az arányok elkezdtek felborulni. Egy nagyon érzékeny arányokról van szó, és ez itt most elkezdett felborulni. Ráadásul itt a 70-es évek elején, akik ugye a palesztin felszabadítási szervezet keretei között mozogtak, és áttették a székhelyüket Libanonba, ők Libanon területéről is folytatták az Izraellel szembeni hadviselést, és a jelenlétük Libanonban, Libanon etnikai, vallási összetételére, illetve az, hogy a háborút folytatták tovább Izraellel szemben, Libanon destabilizációját, belső rendjének megbomlását eredményezte, és 1975-ben ez gyakorlatilag egy magasabb szintre hágott, ez a belső zűrzavar, és egy nagyon véres libanoni polgárháború bontakozott ki, ami másfél évtizeden keresztül zajlott. Ez egy hallatlanul véres etnikai, vallási összetétellel, fűszerezett és tűzzelt konfliktus volt, és ott 1989-1990 környezetében értünk ennek a végéhez. Mi a nagyon fontos ebben az időszakban? Engedelmed, de most kortyolok egyet. Miként az előbbiekben jeleztem, azok az szervezeti, alakulati háttérre rendelkezők, akik a palesztin felszabadítási szervezetben voltak, ugye, és át kellett menekülniük Libanonba, folytatták Izraellel szemben a háborús eseményeiket, és azért nagyon véres dolgokról tudunk mind a két oldalról beszámolni. Egyrészt jöttem például az 1978-as úgynevezett tengerparti mészállás, amikor Haifa és Tel Aviv között két izraeli buszt lekapcsoltak, ezek a fegyverese, de hát ezért Izrael sem maradt adós. Elég, ha gondolunk az 1981-es nyári beiruti bombázásra, amikor egy olyan beiruti, ugye Beirut az Libanon fővárosa, egy olyan lakóházat bombázott szét az izraeli hadsereg, amire természetesen jogosan is rá lehetett húzni, hogy ott vannak ezek a fegyveresek, vagy vannak ott kötődései, de bizony rengeteg civil volt, nem tudjuk pontosan, de minden bizony a több száz halott áldozata lett ennek az izraeli bombázásnak. Nem tudjuk pontosan a számokat, de hogy biztos nagyon sok volt a civil halott, annak van egy igencsak kézzelfogható bizonyítéka, márpedig az az, hogy az Egyesült Államok egy rövid átmeneti időre jelzésértékkel beszüntette Izraelnek a repülőgépeknek a szállítását, tehát a fegyver
exportot leállított egy rövid időre. Tehát ez azért nem nagyon sűrűn fordult elő Washington részéről, ez ekkor megtörtént, tehát ebből következtethető, hogy azért így bizony komoly civil infrastruktúra és humán állománybeli mészállás hajtott végre Izrael. Szóval egy-egy példát ragadtam ki az érem egyik másik oldaláról, nagyon sok ilyen eset van, itt csak arra akartam mutatni, hogy ez nem John Wayne film, itt nem jók és rosszak vannak, mind a két oldalon vannak, hát finoman szólva, problémás jelenségek, fejlemények, úgy a múltban, így a jelenben is természetesen. Nagyon fontos az iráni fejlemények. 1979-ben vagyunk, hosszú ideig egy nyugatbarát, Shah, ugye Reza Pahlavi és a Pahlavi dinasztia volt hatalmon, és 79-ben ez megszűnt. 79-ben jött az iráni iszlám forradalom, Khomeini Ayatollah került ugye hatalomra, és egy síta iszlám, egy síta harmadik utas módszert próbált bevezetni. Ez egy teokrácia, egy vallási alapokra építő, arra struktúrálódó államberendezkedés volt, amit a Khomeini meghirdetett, és nagyon fontos azt látni, itt 79-en vagyunk, Iránban megjelenik a síta fordulat. Figyeljél, 79-en vagyunk. Tekintettel arra, hogy Libanon területén a 70-es években oda átmenekülő palesztin felszabadítási szervezet erőit tovább támadták Izraelt, ezért Izrael 1982-ben úgy döntött, hogy bevonul Libanon területére és felszámolja ezt a szervezetet. 1982, ugye libanoni-izraeli háború. Hát kérlek szépen, ez egy nagyon fontos esemény. Miért? Azért, mert ugye nyilván Izrael délről tudta, hát földrajzilag máshonnan nagyon nem, délről támadta meg Libanont, és Libanon déli területén melyik vallási csoportosuláshoz tartozók éltek, és mai napig élnek, hát most megint ugye rengetegen menekültek arról a területről el, a síta muszlimok. Tehát ugye Libanon déli területe, ha vallásföldrajzilag nézzük, ugye síták által lakott, és mivel hogy 82-ben megindult Izrael délről, a polgárháborús körülmények között nem éppen annyira fényes állapotban lévő síta közössége, még egy alapvetően negatív fejlemény érintett. És viszont 79 óta a Khomeini Ayatollah féle síta vezetés van Irán területén, és hát mit mondott a Khomeini? Hát kérem, ezek itt írtják a síta testvéreket, meg kell őket támogatni. És akkor Szírián keresztül elindult a forradalmi gárdának, azért itt több száz fő, ezek körüli fő, és ugye különféle szupportációk minden jelentek meg, elindultak Libanon földjére, és hogy a helyi sítákat elkezdjék megszervezni. Ennek az egyik ugye ilyen kiképzőközpontja, ugye Beka völgye volt, illetve a déli sítákat is elkezdték őket, meg ugye Beirut területén, mindegy, őket egy kicsikét ráncba szedni, egy kicsikét ugye megszervezni, és természetesen azt a síta identitás, amit ugye Khomeini elkezdett kiépíteni, azt vitték magukkal, tehát egyfajta indoktrinációs nevelést is adta az alapvetően nacionalista, tehát ugye a hazavédelmezése, stb. Fajta megközelítésbe, ez egy hallatlan érdekes dimenzió egyébként. Ebben is látszik, hogyha a közel-kelet, meg iszlámvilágot nézik, meg minden, nem lehet itt arról beszélni, hogy egyszerűen csak a vallás, meg külön ugye a világi kérdések, ezek nagyon sokszor egybefolynak, és ezek hallatlan érdekes dolgokat tudnak eredményezni. Na jó, menjünk tovább. Tehát itt ugye az a lényeg, hogy Khomeini féle Irán elkezdte megsegíteni a 82-es izraeli támadás következtében egyre inkább rosszabb helyzetbe kerülő libanoni sítákat. És ebből a közösségből szépen elkezdett egy ilyen militáns szál is kiformálódni, vagy létrejönni, és ez a szerveződés lett a Hezbollah, vagy Hizbullah, ami Isten pártját, Isten közösségét jelenti, természetesen itt magával vonva ugye ezt a vallási konnotációt is. Khomeini féle sítizmus bele lett oltva ugye a Hizbullah vagy Hezbollahnak az identitásába, de emellett egy területvédő
alapvetően eszménység is meg lett fogalmazva. És ugye a Hizbullah, én most engedelmeddel továbbiakban ezt a megnevezést fogom alkalmazni, a Hizbullah alapvetően fő tételekben mit fogalmazott meg? 85, amikor kvázi de facto, tehát tényszerűen programjuk megjelent. Tehát 80-as évek közepén vagyunk. Az egyik legfontosabb az Izrael-el szembeni küzdelem, tehát beletrakva egy ilyen nacionalista szál is. Nagyon fontos sítizmus, a Khomeini-féle sítizmus, és a nyugati érdekek ugye a térségben, mint olyat, azt szépen ki kell söpörni, és természetesen ugye maga Libanonon, Libanon területén, vagy Libanon államán belül lévő síta érdekeket és pozíciókat meg kell erősíteni. Tehát ebben van egy gyakorlatilag a nemzeti határok védelmezése, hogyha én most európai kontextusban, de azért ezt nem európai értelemben érts, hanem európai kontextusban, hogy a határok, tehát ahol éppen lakok, annak a földrajzi területét meg kell védeni, és Izraelt ugye vissza kell szorítani, hát persze itt ellényt azért eléggé radikális, hát meg kell semmisíteni, hiszen ez egy nyugati zárvány, az nem tartozik ide, stb. El a nyugati alapvetően érdekeket is kiszorítani, és a sítizmus kell polpozícióba helyezni. Ez nagyon fontos. És ugye a Hizbullának a születését maga Khomeini, hát gyakorlatilag áldotta meg, hívta úgymond életre, hogy tessék, itt van egy kinyújtott kéz, amely a helyi síták érdekében fog tudni fellépni érdemben, és látni kell azt, hogy amikor vége ennek a polgárháborúnak ott 1989-90 környezetében és környékén, a Hizbullah gyakorlatilag roppant mód megerősödött. Olyan módon megerősödött, hogy a szervezet egy alulról formálódó, alapvetően fegyveres, militáris és vallási arculatot is magába öltő entitásként jelent meg, amely pozitív van, került ki ebből a polgárháborúból, majd bekerül a libanoni politikai légkörbe, majd az első számú politikai dimenzióba is fel tud lépni, és ennek lesz a vezető, prominens alakja, Nasrallah, akit szeptember végén Izrael kiiktatott. Nasrallah hosszú évtizedeken keresztül volt a Hizbullahnak az első számú vezetője, egy roppant karizmatikus személy volt. Ő neki persze a kultusza fel is hát nagyon profin építve, de őnek is egyébként egy kisugárzása, egy karizmája volt, és a paramilitáris, militáris szárnyból ő politikai közösségé is tudta alakítani a Hizbullahot. És akkor most ugorjunk lassan napjainkhoz. Itt nagyon fontos látni, hogy 2000 környezetében Izrael kivonult Libanonból. Bocsánat, mit mondtam, mikor robbantotta ki Izrael Libanonnal szembeni háborúját? Ugye 1982, borzasztó nagy matek érettségét sikeresen átlibdelve ki tudjuk számolni, hogy ha 82-ben indította meg, 2000-ben ment ki, akkor olyan 18 évig volt bent, és mit ért el? Azzal ment be, hogy az ottani kis palasztin felszabadítási szervezetnek a kontingenseit fel tudja számolni, és úgy jött ki, úgy kellett kijönnie Libanonból, hogy egy a támadás pillanatáig nem létező szervezet kezdett igen teret nyerni Libanon földjén, markánsan Izrael ellenes, és odáig nem látott erőt csoportosult a háta mögött Teheránból vezérelvén. 18 év után. 2005 környezetében van egy újabb fontos váltás Libanon esetében. A belpolitikában nagyon érdekes folyamatok vannak. Az előbbiekben utaltam arra, egy csak elhintés jelleggel, hogy Szíria nagyon fontos, hiszen Teherán Szírián keresztül biztosította és biztosítja mai napig Hizbullahnak a támogatását, és ez nagyon fontos a Hizbullah esetében, hogy a mindenkori libanoni politikai vezetés az Assad rezsimmel, akik egyébként alaviták, tehát ugye a síta iszlámnak egy ilyen kis egységét képezik,
és ők ilyen alapon is vannak úgymond vallási értelemben kötődéssel a síta Iránhoz, de egyébként itt van persze politikai érdekek is. És az alapítatás síta Assad családdal nagyon fontos volt a mindenkori Hizbullahnak, hogy jó kapcsolatot kell fenntartani, hiszen úgy problémamentes a Teheránon keresztül érkező utánpótlásoknak a prolongálása, a biztosítása. És viszont Libanonban voltak olyan politikai erők, amelyek nem mindig értettek ezzel együtt, voltak, akik egy kicsit a szír rendszerre szembe is helyezkedtek, vagy akár akartak elszakadni egy picikét, eltávolodni, hát ennek meg is lett az eredmény, hogy 2005 környezetében Libanonban megjelentek a célirányosan végrehajtott politikai merényletek. Ennek legeklatánsabb példázata ugye a korábban miniszterelnöki pozíciót is betöltő Haririnek, hát az autóbombás kiiktatása, tehát ugye egy ilyen merénylet, és voltak mások is. És azt kell látni, hogy ugye a Hizbullah ebben az időszakban is, itt 2000-es évek elején, folytatta az Izraellel szembeni, hát ilyen átlövök, meg stb. Meg merénylete, amik mai napig is azért jól ismertek, pillanat. És Izrael ezt megunta, volt egy alapvetően nem egy óriási esemény, ami kirobbantotta a 2006-os imáron Hizbullah-izraeli háborút. Ez gyakorlatilag az izrael-libanoni háború folyamatában a második, első 82-es, második a 2006-os, amit már úgy, ez is mennyire szimbolikus, hogy már nem úgy hívunk, hogy libanoni-izraeli háború, hanem Hizbullah-izraeli háború. Itt ugye arról volt szó, hogy Hizbullah erői egy-két zsidó szemét ugye elejtettek fogjul, és ilyenkor mindig ugye az volt be a gyakorlat, hogy persze el van ejtve, nem végzik őket ki, hanem megindulnak a tárgyalások, adja érte a valamelyik izraeli börtönben lévő egy-két emberünket enged ki, vagy mondjuk egy 50-et, és akkor megkapod ezt a két szemét, tehát ez ilyen csere-csere biznisz volt. Ez egy kvázi egyszerűen fogalmazott esetben egy bevett gyakorlat volt a két fél között, de valahogy itt Izraelnek az akkori vezetése egy kicsit eldurrant az agya, és egy nagyon-nagyon csúnya retorziót, ez 2006 nyarában vagyunk, ott július-augusztusa indult meg, és ugye ezen körülmények hatására azt kell látni, hogy itt nagyon hamar kiszélesedett ez az izraeli Hizbullah háború. Tehát ez is egy fontos állomás, de nem tartott olyan nagyon hosszú ideig. És mi a következő fontos momentum? A szíriai polgárháború és háború. Itt egy pár évet ugrunk, 2010 környezetében vagyunk, megjelenik az arab tavasz, ami minden csak nem tavasz volt, erről is lehet beszélni. Ez az európai 1848-as népek tavaszáról nevezte el a nyugati kútfők, hogy akkor itt most arab területen vagyunk, akkor arab tavasz nem teljesen megfelelő ennek az analógiának, hasonlatnak a párbeszédbe való beemelése, majd el fogom mondani, hogy miért. Mert ugye röviden, hát el kell már most mondanom, ugye nyugatról az volt a várakozás, hogy ami 1848-ban megtörtént a népek tavaszában, hogy a különféle monarikus, vagy mit tudom én, berendezkedések súlyát az ember, a népek levetik magukról, és egy demokratikus polgári átalakulásnak a kapuján lépnek át. És azért rossz ez az arab tavasz narratíva, mert ehhez azon társítva, hogy azért robbantak ki ezek a folyamatok, hogy ugyanilyen úton haladjanak a térségbeli népek. Ez egy totális félreértése a Közel-Kelet és Észak-Afrika történetének, népeinek, társadalmának, vallásának, kultúrájának. Más téma, fogunk róla beszélni, írjad meg, hogy mennyire érdekel, és akkor annak tükrében. Tehát a szíriai polgárháború és háború. Hát itt ez miért nagyon fontos, hiszen ott ugye 2015 környezetében bizony-bizony voltak olyan momentumok, hogy az Assad rezsim alatt, mondjuk úgy az ISIS, illetve más entitások, a Jabhat al-Nusra, stb. Sok ugye felkelő volt, illetve nem csak szélsőségesek voltak természetesen, hanem tényleg olyanok, akik a rendszerrel szembe helyezkedtek, hát azért nem volt egy matyóhímzés az Assad rezsim, nem, hogy nem volt, mai napig nem az, de mindegy. És az a lényeg, hogy már úgy tűnt
nem fogja tudni az Assad rezsim stabilitását megtartani. És akkor ugye a Hizbullah is elkezdte félteni a megélhetésének a mindennapjait, a lehetőségeit, sőt, látni kell azt is, hogy az ISIS Libanon területén is, ami természetesen megint itt a nyugati területeken annyira nem jelent meg náluk, mert kit érdekel, hogy a arabok a saját földjükön, meg a perzsák, meg mit tudom én, írtják egymást, ugye, ez megint egy kicsi képmutatás azért a részünkről, de mindegy. Tehát azért Libanon területén is borzasztóan kegyesen durva merényleteket, Beirut, stb. Ha hajtottak végre az ISIS erői, számos síta érdekeltségű emlékművet, szinteret kezdtek el megpróbálni ugye felszámolni, felrobbantani, meggyalázni az ISIS erői. Tehát a Hizbullah az Assad mellett lépett be a szíriai háborúba, de ennek van egy olyan oldala is, amit az előbbben mondtam, hogy ez egy pragmatikus geopolitikai és geostratégiai céltételezése volt, hogy nem szabad elveszíteni Assadot, mert nem lehet tudni, hogy akkor kijön, és akkor Iránból ugye a források hogy érkeznek el Libanonba. Ez az egyik, és van egy másik, egy vallási jellegű védekezési mechanizmus már a libanoni síta szentélyeket, helyszíneket és embereket elkezdték mészárolni az ISIS erői. Tehát a sítizmus védelme, illetve a szervezet fenntartásához szükséges Assad rezsim polpozícióban tartása is, hát illetve nyilván szövetségesről van szó, okán a Hizbullah belépett. Tehát ebből a szempontból milyen érdekes, Hizbullah ebben a kontextusban az Egyesült Államok, a nyugat-európai államok, vagy bárki, akinek voltak például Szíriában erői, így az oroszoknak is a szövetségese volt. Ugye? Hát a történelem azért hallatlan érdekes dolgokat tud produkálni, de hát bizony, az ISIS vissza lesz szorítva, és utána mindenki rendezte a sorait. Na kérem szépen, tehát ezek a modernkori események, állomások, és akkor elérkezünk a jelenhez. A jelennél természetesen az egy évvel ezelőtti események, amikor ez a felvétel készít, ahhoz képest egy évvel ezelőtti eseményekről kell beszélni, 2023. október 7-e a Hamas-Izrael elleni akciója, és ugye ez erre érkezett válaszreakció, mint olyan tudjuk, és mai napig is azért tart, és gyakorlatilag ezt követően egy év múlván elérkezünk oda, hogy 2024 őszén, nyilván a Hizbullah is ugye ezért nem maradt teljesen érintetlen a keze, amikor különféle rakétáknak a indító gombjáit kellett megnyomni, de a 2023. októberi Hamas akciót követően jelentős Hizbullah erők csoportosítás Izrael szemben nem jelent meg, de persze ilyen kisebb, úgymond szinten mozgó rakétatámadások azért gyakorlatilag folyamatosak voltak, és ezek révén, illetve az elmúlt évtizedek története révén érkezünk el oda, hogy Izrael úgy gondolja, hogy most lehet esetleg a Hizbullahot felszámolni. Ennek két fő állomása, előkészítő állomása volt, és most vagyunk a harmadik szakaszban. Az első, 2024. szeptemberben vagyunk, amikor rengeteg Libanon szerte, rengeteg csipogó, illetve telekommunikációs eszközt robbantottak fel, élesítettek, hatástalanítottak, mármint kezelőjük el egyetemben, hogy ilyen virágnyelven fogalmazzak. Itt is természetesen nem csak Hizbullah tagok, hanem azért civilek is jócskán veszették az életüket. Ennek az volt a funkcionalitása, hogy a Hizbullah kommunikációs csatornáinak az intenzitását minél inkább tudják csökkenteni, redukálni, ez a legfontosabb elem. A másik, szeptember 28-án Hassan Nasrallah-ot kiiktatták, kivették a képletből, tehát az első számú szimbolikájában, karizmájában meghatározó vezetőt levették a saktábláról. És ezt követően október elején ugye Izrael meghirdette, hogy most megtámadják a Hizballah állásait Libanonba, és kifüstölik ugye a Hizbullahot, és a történet azóta is halad előre.
Mi az, amit biztosan látunk, és itt elérkezünk a konklúziók szintjére? Kérem, amit biztosan látunk, hogyha a történelmi múltat nézzük, 1982-től csak, hogyha nézze az első libanoni, vagy a Libanon területén lévő Izraellel szembeni erők is, ugye Izraelnek a konfliktusát, és ezért vettem végig ezeket az állomásokat, hogy ugye 82 utána kronológilag előre haladván és napjainkig elérkezzen a fő momentumokkal, hogy látható az, hogy Izrael rövid távú sikert tud aratni. Ez teljesen egyértelmű, 82-ben bevonult Libanonba, 2000-ben kiment, 18 év. Mit ért el? Erejének, kibontakozásának, hajnalán lévő szervezetet hagyott maga után, a Hizbullahot, amely a katonai pályáról a politikai világába tudta a saját életét szervezni és átvezetni. Tehát most is bevonulhat Izrael, be is fog vonulni, megszállhat területeket, átmenetileg ott lehet létrehozni bufferzónákat, ilyenre is volt példázat, nemzetközi erőket is lehet oda csoportosítani, erre is volt példázat. De azok kimennek, utána a Hizbullah újra meg fogja önmagát szervezni, mert csak azonoknál fogva is, mert Irán sem engedheti meg magának, hogy ne szervezze újjá, hiszen a proxy eszközei, hogy keretes szerkezetbe foglaljam az egész gondolatmenetemet, amivel kezdtem, Irán proxy erői közül az egyik legerősebb, ha nem a legerősebb, globális szinten ugye Hizbullah. És kérem szépen, ez a síta ellenállás tengelyének is nyilvánvalóan egy roppant meghatározó eleme a szervezet Irán szempontjából és Irán proxy eszköztárának vonatkozásában. Tehát ez szinte teljesen biztos borítékolni merem, hogy a Hizbullahot jelentősen meg lehet gyengíteni, de szó szerint olyan mértékben be vannak ásva, hogy ezt a szervezetet nem tudja felszámolni. Rövid távon sikert fog tudni elérni, de közép és hosszú távon a kérdések igencsak kérdőjelekkel terheltek. Nagyon fontos kérdés az egész háború tükrében, mert ugye, ahogy a kommunikációt hallom és látom a médiában is, beszélünk Iránról, beszélünk Izraelről, beszélünk Hizbullahról, egyetlen egy dologról nem beszélünk, a libanoni államról, a libanoni népről, annak a szenvedéséről. És ez a kis előadás azért is volt fontos számomra, és talán ezáltal azok részére, akik meghallgatták, hogy egy apró betekintést tudtunk ezáltal nyerni abba, hogy ez a szerencsésen nép, akik Libanon földjére születtek, a cédrusok országába, ugye Csontvári, milyen szép ugye a festménye, a zarándoklat, ugye a cédrusok területére, hát ugye a cédrusok országaként is ismert, ugye Libanon egy gyönyörű földrajzilag megáldott terület, de hát azért sajnos a történelem gondoskodott arról, hogy a cédrusok országa kicsit a vérászott a föld országa legyen, és nem látható, hogy ebben nagyon sok fejlődés lenne a közeljövőben. Tehát itt valószínűsíthető az is, hogy az a nagyon-nagyon érzékeny stabilizációs, vagy inkább instabilizációs rendszer, amely az a libanoni vallási és etnikai közösségek között van, talán felborulhat, és ha felborul, akkor egy újabb polgárháború veheti kezdetét Libanon esetében. Sajnálatos módon Libanon rengeteg problémával terhelt. Azok mellett, amit az előbbiekben elmondtam, például érdemes tudni azt is, hogy globális szinten azon három országok között az egyik, amelyben mai napig a legtöbb szír menekült van. Kérem szépen, igen, tehát amikor itt ugye erről mi beszéltünk a témában egy pár évvel ezelőtt, hogy így, meg úgy, meg amúgy, akkor senki nem vett előtérbe, nyilván egy pár szakértő kivételével, hogy méretarányosan az a pár milliós kis országban irgalmatlan mennyiségű szír menekült van, hogy a palesztinekre ugye ne is utaljak. Egyébként Jordán és Törökország a másik két ország, ahol a világon a legtöbb szír menekült helyezkedett el, helyezkedik el. Na mindegy, tehát alapvetően Libanon helyzete borzasztó. Libanonban a vallási, etnikai berendezkedés nagyon ingatag lábakon áll, migrációs problémákkal
tűzzelt, menekült kérdésekkel tűzdelt, logisztikailag borzasztó sok probléma, emlékszel pár évvel ezelőtt volt ugye ez az irgalmatlan nagy robbanás, és látni kell azt, hogy ez az ország gyakorlatilag haldoklik, Libanon haldoklik, és valószínűleg ezen körülmények talán terelték abba az útba, hogy itt egy újabb polgárháború lesz sajnálatos módon. Tehát ez a másik ilyen konklúzió, amire ki lehet térni. A harmadik pedig maga az, hogy ha egy kicsit kizumolunk az országokból, és a térségre ránézünk, hogy Izrael és a Perzsöböl partján fekvő Irán közötti konfliktus az milyen szintűvé fog tudni válni. Formális hadviselés alig ha lehet, hiszen nem közvetlen szomszédok egymással. Levegőben lehet egymás rakétázgatni, ez megint nem éppen a legegyszerűbb dolog tekintettel arra, hogy országok vannak a két fél között. Tehát valószínűsíthető az, hogy Irán a proxy erőit fogja a továbbiakban is ugye mozgósítani. Itt természetesen délésre lehet ugye tekinteni, meglátjuk, hogy ott majd Jemen környezetében ugye a hutikkal mi a helyzet, róluk is lehet egyébként diskurálni. Tehát ez sajnálatos módon egy olyan dobókocka a térségben, ez a konfliktus góc, amely sosem fog a végéhez érkezni. És bárhogy fordítjuk ezt a dobókockát, mindig lesznek konfliktusos dimenziók, és fontos arról beszélni, hogy minden felet érdemes bemutatni, és én most egy picit próbáltam libanoni dimenzióban hozzájárulni ehhez, hiszen azért Libanon nincsen sajnos a reflektorfényben. Hát na meglátjuk, hogy mi lesz. Mondom röviden, ez a három dimenzió az, amely kérdőjelekkel terhelt. Ugye az, hogy Izrael valószínűleg csak rövid távon fog tudni érdemleges pozíciót a Hezbollah-hal szemben kiharcolni, és ahogy ugye kivonul-visszavonul, akkor a Hezbollah újra meg fog tudni véleményem szerint erősödni. Libanon a tönk szélén van, nem működő állam, feltételezhetően egy újabb polgárháborúba fog süllyedni, vagy legalábbis ennek nagyon erőteljesen megvan az esélye. És az, hogy Izrael vagy Irán hogy fogja ezt a konfliktust folytatni, hát szinte biztos, hogy a proxy eszközök mennek a továbbiakban is. Ugye Irán a térségben meghatározza proxy erőit leegyszerűsítve kicsikét ráküldi Izraelre, Izrael az adott területre bemegy, felszámolja, kimegy, azok újra erősödnek, és a történet úgymond önmagát szövi tovább. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt az előadást is meghallgattad. Remélem azért számos érdekességekkel és új információkkal telített volt. Kérlek szépen, hogyha tetszett és számodra is edukatív jellegű volt, érdemleges volt, akkor légy oly kedves lájkolni és feliratkozni a csatornámra, hogy minél több hasonló előadást tartalom ma ajánljon fel az adott közösségi média te közösségi felületed részére. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok, üdvözöllek!